Sziasztok, csillagtorok! Itt vagyok a kioszkban, egy fantasztikus divateseményen végre. Vannak divatesemények a városban, és nem másé, mint az én nagyon drága barátom és zsúszámé Lakatos Sándor, ér a Lakatos Sándor Menswear férfi kollekciójának a következő szezonra megalkotott modelljeit fogjuk látni egy divat prezentáció keretében. Rajtam is egy elképesztő új print, egy új Lakatos Sándor print, illetve egy nagyon szexi nadrág, amit majd láthatok még. Nézzétek meg, hogy mi az, amit Sanyi álmodott a következő szezonra. Örülök, hogy végre vannak olyan események itt a városban, amik a divatról szólnak, ahol nem csak virtuálisan, hanem élő egyenesben húsvér emberekkel is meg lehet nézni azt, hogy milyen a magyar kreatív elme, milyen a magyar kreatív tervezői agy. Fantasztikus esemény, gyertek, nézzétek meg a ruhákat, amiket mindjárt lelepleznek. Jobbnál jobb kollekciót tudjak mutatni a nagyvilágnak, és olyat, amit előtte még sohasem nem csinált meg, ez a legfontosabb. Na drágáim, az est leggyönyörűbb kutyája Igor, és Igor leggyönyörűbb gazdája, az én drága műnertszavi barátom, aki megnövesztette a haját. Ervin, te miért szereted Lakatos Sándort? Azért, mert 10 évvel ezelőtt felhívtalak, hogy holnap utánra kéne nekem egy smoking a Sánkhályi Filmfesztiválra. Bementem hozzá, levettem méretemet, utána pedig Sánkhályba felpróbáltam a rám öntött smokingot, ami tökéletes volt. Azóta elhagytam, de sose ilyen gyors és jókezű szabóval még soha nem volt dolgom. Ezért szeretem. Gratulálok!